Utoljára. Akkor fogtam a fiam kezét, amikor a börtönbe vitték. Ha lenne két év szemem, azokat is odaadnám, hogy ezt újra átéljem. Meliha néni. Nekem is van egy fiam. A neve John. Szeretném, ha megismerné. Majd hozd el egy nap. És ha maguk jönnének most át reggelire? Csak mi leszünk. Olyan jó lenne, ha megtetszene őt ismerni. Meliha néni unokája is lehetne. Menj! Így is felzakadtad. Tényleg csak mi lennénk. A család. Vagyis lehet, hogy jön egy vendégünk, de ő is szinte családtag. Egy kedves barátunk, Ezel úr. És vannak napok, amikor az összes eddig ismert teher egy csapásra a nyakadba omlik. Nem látod, mi? A szagát sem érzed? Na, büdös francba! Akkor is kell itt lennie valaminek! Muszáj lennie! Nem hiszem el! Az összes létező képet keresztül kasul végigpüstöpni. Ne mondj semmit, vagy felnyászallak! Ismerem a mocskos fajtájukat. Van egy kis pénzük, és már is azt hiszik, hogy ők az istenek. Minket meg szembe köpnek, a képünkbe nevetnek. Miközben megaláznak, és még köszönetet is várnak érte. De azt mondd meg nekem! Mi a francról érnek az ilyenek többet, mint én? Mi van bennünk, ami bennem nincs meg? Ali úr! Mondd meg! Kell, hogy legyen itt valami! De megtalálom. Esküszöm. Meg fogom találni. Megtalálom. Belenézhetnénk annak a... Van ez a cég, Camille nevén. Tudom, a turista szálló. Mi van vele? Megnyitotta, de nem nagyon működik. Vannak kimutatásaik. Azokat nézze. Látom, négy éve csak egy helyről vásárolnak. Képkereteket, ha minden igaz. Ugyanattól. Pontosan. Képkeretet vesznek. Rendszeresen. És? Szerintem ez lényeges. Engedje, hogy kicsit utána járjak, hát ha innen kell gombolítani a fonalat. Jó. Nézd meg! És rögtön szólj, ha van valami. Hallod? Azonnal telefonálj! Azonnal!